Jó estét kívánok kedves nézőinknek, ez az Oxigén Televízió esti hír összefoglaló műsora, szeptember 17-én csütörtökön. A kormányhivatal jelölheti ki a Komárom-Esztergom megyei Réde alpolgármesterét. Egyiptomi buszgyárnak szállít futóműveket a Rába, és emelkedik a győri bérlakások ára a közgyűlés döntése szerint. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk ma este, de mindenek előtt mutatjuk legfontosabb híreinket. Ma már nyugodt volt a helyzet a Hegyeshalmi határon. Megnyitották a régi 1-es főúti határátkelőt is, amely egészen eddig zárva volt a forgalom elől. Ellenőrzést azonban mindkét helyen végeztek. Letették az új sportcsarnok alapkövét Moson-Magyaróváron. Az 1200 férőhelyes csarnok jövő év elejére épülhet meg. Elkezdődött a Brave Warrior Győrben. A nemzetközi hadgyakorlat célja, hogy a különböző nemzetek jól együtt tudjanak működni egy éles helyzetben. Marad a nyárias idő a hét utolsó napjain, és adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Ma is ellenőrizték az osztrák rendőrök a Hegyeshalmi határforgalmat. Komoly torlódás nem alakult ki, ha lépésben is, de folyamatosan tudtak haladni az autók. Megnyitották a régi határt is, az 1-es főúton. Ez az utóbbi napokban teljesen le volt zárva a migránsok miatt. A kiszámíthatatlan helyzet egyébként azokra volt a legnagyobb hatással, akik naponta ingáznak munkájuk miatt a két ország között. Csütörtökön is ellenőriztek az osztrák hatóságok a Hegyeshalmi határátkelőnél. Elsősorban embercsempészeket kerestek. Volt, aki úgy számolt, hogy akár órákat is várnia kell, amíg átér Ausztriába. Úgy hallottam már a hírekben, hogy az osztrák határon is már határ van, tehát hogy ellenőriznek, úgyhogy körülbelül olyan két órás várakozásra számítok, többre nem remélem. A lépésben is, de folyamatosan haladt a forgalom. Elsősorban a teherautókat és furgonokat állították meg, de minden személyautóba benéztek a rendőrök. Mára a közeli gyűjtőpont is teljesen kiürült, a rendőrök bontották le a kordonokat. Az ellenőrzések miatt az elmúlt napokban az ingázók nehezen jutottak el munkahelyükre. Rendkívül nehéz volt, és nagyon megviselt bennünket, hogy egyáltalán nem tudtuk se a napunkat, se a munkarendünket tervezni, és a munkáltatóink maximális megértésére volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán végig tudjuk csinálni ezeket a napokat. Nem tudtuk tervezni, hogy mikor keljünk fel, milyen irányba induljunk el, mekkora kitérőt kell tennünk. Szóval nagyon-nagyon nehéz volt. Idegileg én azt mondom, hogy nem csak engem, hanem sok mindenki más is megviselt ez a helyzet. A jogszabályok szerint a munkavállalók ilyen esetben nem kaphatnak büntetést még akkor sem, ha késnek, vagy egyáltalán nem érnek oda a munkahelyükre. Rendkívüli helyzetre mindenhol külön törvények vonatkoznak. Ebből a rendkívüli helyzetből a dolgozónak igazándiból kára nem lehet. Természetesen a dolgozónak is van itt feladata, mert ha tudja, hogy mi várható, akkor, hogy példát mondjak, előbb kell elindulni, más közlekedési eszközt kell választani. Ausztriában tulajdonképpen annyira szabályozva ez nincsen, de az elvárható, hogyha ilyen elé áll a dolgozó, akkor a legrövidebb időn belül jelezze a munkáltatójának. Ha mégis büntetést kap valaki, akkor jogorvoslatért folyamodhat, de csak akkor, ha bizonyítani tudja, hogy a rendkívüli helyzet miatt nem ért bedolgozni. Emelik az önkormányzati bérlakások lakbérét novembertől. Erről döntött csütörtökön a győri közgyűlés. A 4600 lakásért csaknem 5%-kal kell többet fizetni ősztől, emellett jövő májustól az energetikai korszerűsítésen átesett lakások után fizetendő díjat is tovább drágítják. Ebből mintegy 40 millió forint plusz bevételre számíthat az önkormányzat. Szóba került az ülésen Borkai Zsolt polgármester fizetése is. A megyei kormányhivatal ugyanis jogszabálysértőnek találta, hogy a képviselőtestület tavaly a törvényben szereplő összegnél 30%-kal magasabb, havi bruttó 972 ezer forintos fizetést szavazott meg a város első emberének. A testület ezt arra hivatkozva tette meg, hogy a bér alapjául szolgáló helyettes államtitkári javadalmazást a miniszter ugyanilyen mértékben növelheti, s a Városháza jogi álláspontja szerint így a közgyűlésnek is van joga ilyen mértékű eltérítésre. A közgyűlés egyetlen ellenszavazattal továbbra is jogszerűnek tartja ezt a döntést. Az idei fűtési szezonban már nem csak gázzal, hanem biomasszával is fűthet a tatabányai erőmű. A beruházás mintegy 1,5 milliárd forintba került.
A technológiaváltást is magában foglaló fejlesztés része az új forróvízkazán telepítése, a hozzátartozó biomassa tároló és feladó rendszer kiépítésével. Ez történt meg most, a következő feladat pedig két földgáz fűtőolaj tüzelésű gőzkazán átalakítása lesz, mondta dr. Sámuel Emese, az erőmű ügyvezető igazgatója. Tatabányán 23 ezer lakás és mintegy 2000 intézmény távfűtéséhez, melegvíz ellátásához járul hozzá a tatabányai erőmű. Letették Mosonmagyaróváron az új városi sportcsarnok alapkövét. A várhatóan 2016 elejére elkészülő komplexum több mint 1200 fő befogadására lesz alkalmas, és számos helyi sportcsapatnak adhat otthont. Hosszú évek óta húzódik az új Mosonmagyaróvári sportcsarnok ügye. Az elmúlt időszakban több próbálkozás is volt az építkezés megkezdésére, de mindeddig nem történtek érdemi lépések. Most a város a 1,5 milliárdos beruházást társasági adótámogatásból, illetve 240 millió forintos kormányzati segítségből valósítja meg. Az eltelt idő bebizonyította, hogy hathatós állami segítség nélkül a város költségvetése soha nem volt olyan állapotban, hogy saját forrásból a jelentkező és a jövőben várható igényeket is kiszolgáló létesítmény épülhessen. Ha 1997-től kezdődik az időszámítás, akkor is csaknem 20 éve megoldatlan probléma látszik ma megoldódni. Dr. Nagy István parlamenti államtitkár elmondta, a város és a térség lakóinak egy régi álma válhat valóra ezzel a csarnokkal. Hozzátette, hogy a társadalmi adóból nem folyna be ekkora összegű támogatás, ha Mosonmagyaróvár és térsége nem büszkélkedhetne jó gazdasági mutatókkal. Ezt nem ajándékba kapjuk, hanem ez az itteni gazdaság teljesítményéből következik. Azaz, mindnyájan a magunkénak érezhetjük. Abban az ütemben épül, ahogy meg tudjuk rászerezni a hozzávalót. Abban az ütemben épül, ahogy mellé állunk ennek a beruházásnak. És pontosan ezért mindnyájunké, és ezért lesz nagy öröm akkor, amikor felépül, hogy akkor, amikor elmegyünk előtte, azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a mi csarnokunk. Az építés kivitelezésére kiírt pályázatot a Mosonmagyaróvári Sportcsarnok építési konzorcium nyerte meg, és nyár elején megállapodtak a városvezetéssel, illetve az üzemeltető MTE 1904 sportegyesülettel. Az új csarnok a Kossuth Lajos gimnázium mögötti üres területen épül meg. A profi sport kiszolgálása mellett a fiatalokat is várják az épületbe, hiszen a testmozgás és az egészséges életmód megszerettetése is cél az ilyen beruházásokkal. Az egészséges életmódról szól ez az egész. Bármennyire hihetetlen, elsősorban nem arról, hogy mennyi olimpiai bajnokunk van, vagy hány bajnokságot nyer a Veszprém vagy a Szolnok kézi, illetve kosárlabda csapata, hanem arról, hogy a gyerekek a mindennapos mozgás lehetőségét meg tudják-e kapni ebben az országban, és az egészségük tud-e olyan szintre fejlődni felnőtt korukban a mindennapos és a rendszeres mozgás által, hogy valóban egészségben tölthetik el az életüket. Ez az ország egyelőre még mindig nem erről híres. Az alapkő letétel előtt megáldották és megszentelték az épülő létesítményt. Áraszt kérünk áldásodat erre az alapkőre, amelynek elhelyezésével egy új sportlétesítmény megvalósulása kezdődik. Ezt követően egy időkapszulát betonoztak az alapba a megnyitón résztvevők. Az eseményre kilátogató diákok és érdeklődők megtudhatták, hogy a sportcsarnok helyet biztosít majd a város női NB1-es kézilabda gárdája mellett a kosárlabda, röplabda és futszál csapatoknak is. Emellett kis átalakítással több kisebb helyet igénylő sport is képviselheti magát, mint például a tenisz és az asztali tenisz. A multifunkciós tulajdonságot pedig azt teszi teljessé, hogy a hazai és nemzetközi mérkőzések mellett az épület teret adhat majd nagyobb kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak és vásároknak is. Észak-Afrikában terjeszkedik a rába. A győri székhelyű vállalat futóműveket szállít egy egyiptomi busz és teherautógyártó 145 buszához. A tájékoztatás szerint a szállítások már elkezdődtek, és az első futóműveket beépítették a járművekbe. Ugyanakkor a tárgyalások még folyamatban vannak, a megállapodás végleges értékéről ezért nincs információ. A rába közölte azt is, hogy vizsgálják egy esetleges, hosszú távú együttműködés lehetőségét, valamint szóba került az is, hogy más alkatrészeket is szállítana a győri vállalat Egyiptomba. Győr díszpolgára lett Thomas Faustmann. Az Audi Hungária ügyvezető igazgatója a cím ünnepélyes átadásán azt mondta, a Győrben eltöltött 13 év alatt igazi barátokra is lelt,
így szeretne minél hamarabb visszatérni a városba. Thomas Faustmann utalt arra is, vezetése alatt több mint 23 millió 150 ezer motor készült Győrben, és büszke arra is, hogy a világútjain felbukkanő összes TT az Audi Hungária gyártó sorairól gördül le. Győri óvodások német és magyar nyelvű műsorával indult az ünnepség. Ezután Domanyik Eszter, az önkormányzat városmarketing és programszervezési főosztályának vezetője elevenítette fel az Audi Hungária ügyvezető igazgatója pályafutásának fontosabb állomásait. Irányítása alatt a győri vállalat a világ legnagyobb motorgyára lett. 2013-ra az Audi Hungária Motor Kft. Teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyárrá fejlődött. Immár négy teljes egészében Győrben készülő modell gördül le a gyártósorokról. Borkai Zsolt, Győr polgármestere kiemelte, Thomas Faustmann a városért is nagyon sokat tett. Jó volt téged hallgatni, jó volt érezni azt az aktivitást, azt a lendületet, ami belőled áradt folyamatosan, és nagy megtiszteltetés volt számomra, de szerintem kollégáim számára is az, hogy nem csak az Audinak az érdekeit, hanem valóban ennek a városnak, ennek a régiónak a lehetőségeit is próbáltad ecsetelni nekem, próbáltad elmondani, hogy milyen irányban és milyen ötletekkel lehet még sikeresebbé tenni ezt a várost. Ezért döntött úgy a közgyűlés, hogy a vállalatvezető munkáját 10 polgári címmel ismeri el. Thomas Faustmann beszédében utalt arra, 2003. szeptember 1-e óta 23 millió 153 ezer 175 motor készült Győrben, de büszke arra is, hogy a világ útjain felbukkanó összes TT az Audi Hungária csarnokaiból gördül ki. Das ist das, was ich mitnehme aus Ungarn, was ich hier gelernt, dass ich hier... Egy dolgot mindenképpen magammal viszek Magyarországról, amit itt tapasztaltam meg igazán. Ez pedig az emberek egymáshoz való viszonya, illetve az a sok érzelem, amit az imént is átélhettünk. Igazi barátokra leltem itt, és ez egy olyan dolog, ami egyedülálló a világon, így ezt szeretném tovább vinni. Egy azonban biztos. Eins ist natürlich klar, Jöven, Görben, Öpül. Thomas Faustmann pályafutása Németországban folytatódik, ahol az Audi Neckarsulm gyárának vezetője lesz. A kormányhivatal jelölheti ki Réde alpolgármesterét, erről döntött a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Az ítélet indoklása szerint Réde polgármestere jelölési kötelezettségének többször is eleget tett. Azonban a képviselőtestület az indítványozott szemét nem fogadta el. Így tavaly október óta, vagyis csaknem egy éve nincs alpolgármestere az 1500 fős falunak. A települést már korábban is megbüntették emiatt több százezer forintra. Megkezdődött a Brave Warrior, vagyis Bátor Harcos névre keresztelt nemzetközi hadgyakorlat. A gyakorlat első része egy látványos vízi átkelés volt, ahol a magyar és az amerikai honvédség katonái együtt oldották meg a feladatot. A cél az volt, hogy a különböző nemzetek a lehető leghatékonyabban tudjanak együtt dolgozni egy fegyveres konfliktus esetén. Magyar katonák az amerikai haderővel gyakorlatoznak Győr-Bácsa térségében. A gyakorlaton a két nemzet katonái látványos vízi átkelést hajtanak végre, természetesen harcászati körülmények között. Pontonelemekből készül a 20 tonna teherbírású, közel 7 méter hosszú híd, amely összeköti a Mosoni-Duna két partját. Ha visszatekintünk az elmúlt 16 évre, melynek során Magyarország a NATO tagjaként működött és dolgozott, akkor sok-sok gyakorlat, sok-sok együttműködés, sok-sok közös élmény után jutottunk el a mai naphoz. Egy amerikai-magyar közös vízi átkelési gyakorlatot hajtottunk végre. Olyan képességet nyújtott a magyar honvédsége az amerikaiak részére, ami jelenleg az Amerikai Egyesült Államok haderőjének Európában nem áll rendelkezésre. Tehát ez egy olyan momentum volt, amit csak közösen tudtunk végrehajtani. A Brave Warrior, vagyis Bátor Harcos névre keresztelt gyakorlatsorozat célja, hogy a NATO elvárásainak megfelelően a magyar és az amerikai csapatok mind szellemileg, mind pedig szervezetileg is minél inkább együttműködjenek. Amerikai Strikerrel érkezik az amerikai nagykövet, ő is kíváncsi volt, hogy mennyire hatékony együtt a két nemzet hadereje.
A NATO a világtörténelem egyik legsikeresebb békefenntartó szövetsége, fontos a tagok számára, hogy az egymással való együttműködés képességét, vagyis az interoperabilitást fenntartsák és gyakorolják. A vízi átkelés a gyakorlatsorozat első része volt, a továbbiakban a bakonyi gyakorlótereken kapnak közös kiképzést az amerikai és a magyar katonák egyaránt, ezt követően más nemzetek is csatlakoznak a két haderőhöz, és közösen folytatják a gyakorlatot. Összesen, bár természetesen nem egy időben, 6 nemzet katonái gyakorlatoznak Magyarországon. Szerda után pénteken is csökken az üzemanyagok ára. A hét közepén 3-3 forinttal csökkent mind a benzin, mind pedig a gázolaj literenkénti ára. Holnaptól újabb 4, illetve 3 forinttal kell majd kevesebbet fizetni a kutakon. A csökkentéssel a 95-ös benzin átlagára 341 forintra, a gázolajé 347 forintra mérséklődik. Az autósoknak azonban nem csak azt érdemes figyelnie, hogy mikor, hanem azt is, hogy hol tankolnak. Ugyanis a töltőállomásokon akár 25 forintos árkülönbségekkel is lehet találkozni. 36-27-es győzelmet aratott a győri Audi Etókácia az Érd ellen a női kézilabda NB1 harmadik fordulójában. A zöld-fehér együttes végig kézben tartotta a találkozót idegenben, így az első percektől kezdve biztosnak tűnt az újabb siker. A találkozó után a főszereplőket kértük az értékelésre. Nagyon biztosan kezdtünk, hála Istennek ez volt az egyik cél, hogy ne úgy kezdjünk, ahogy általában szoktunk, mert ezen mindenképpen változtatni szeretnénk, az meggyőző volt. Első fél időben szintén azt gondolom, hogy megnyugtató volt, aztán a második fél időben sem forgott egy pillanatig se veszélybe, sőt úgy nézett ki szerintem 10-11 gólnál, hogy még csúnyább is lesz, mármint az Érd szempontjából, aztán a vége az nem úgy sikerült. Megmondom őszintén, hiszen nagyon ritkán szoktunk 30 gól körül kapni. Sokan nyertünk a végén, de úgy mentünk oda, hogy meg kell mutatnunk. Igazából örömmel játszottunk, mivel a hétvégén sikerült a BL selejtező. Hát kisebb-nagyobb hibákat azért vétettünk, de én ezt betudnám a fáradtságnak, a hazaútnak. De mindenféleképpen örülünk, hiszen a két pont a miénk. Jól kezdtük a meccset, de a második fél idő elején és a meccs végén is egy kicsit visszaestünk, főleg védekezésben, úgyhogy egy kicsit vegyes érzéseim vannak a meccsel kapcsolatban. Tudomásul kell vennünk, hogy kell koncentrálnunk, mert egy erős csapat, egy BL top szintű csapat ellen, ezt nem lehet megengedni. Mindenféleképpen jó tesz egy játékosnak, hogyha bíznak benne, és el is vártam már magamtól, és szerettem volna, hogyha végre úgy teljesítek, ami segít a csapatnak. A támadásaink szerintem rendben vannak, de a védekezésünk még közel sem hibátlan, azon még dolgoznunk kell. Fokozatosan tér vissza a Duda is, ami nagyon fontos, nagyon várjuk vissza a Görbét is, és ha tényleg komplettek leszünk, és tényleg tudunk úgy cserélni, forgatni, ahogy volt ez idáig, talán a tavalyi évet kivéve, akkor én azt gondolom, hogy újra elég lesz a csapat. Ma már nyugodt volt a helyzet a Hegyeshalmi határon. Megnyitották a régi 1-es főúti határátkelőt is, amely egészen eddig zárva volt a forgalom elől. Ellenőrzést azonban mindkét helyen végeztek. Letették az új sportcsarnok alapkövét Moson-Magyaróváron. Az 1200 férőhelyes csarnok jövő év elejére épülhet meg. Elkezdődött a Brave Warrior Győrben. A nemzetközi hadgyakorlat célja, hogy a különböző nemzetek jól együtt tudjanak működni egy éles helyzetben. Ma este sem maradhatunk programajánló nélkül, Korodi Petra hozta el nekünk ezúttal is a legjobbakat. Szia Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! Elkezdődött az Európai Mobilitási Hét és egészen szeptember 22-éig tart. Régiónkban több programmal is készülnek a következő napokban. Tatabányán például holnap lesz a Tricep Triathlon váltó. Moson-Magyaróváron holnap rendezik a Gurula Város biciklis programot, a gyülekező délután 5-kor van a Tesco parkolójában. Győrben szombaton várják a bringásokat a megyeháza előtt, ahol bemutatkozik többek között a Győrbike, Tatán pedig vasárnap a 75. tófutással várják az érdeklődőket.
Aztán Magyar Hagyományok Fesztiválja 8. Győri Pálinka Fesztivál Győrben, egészen vasárnapig a néptánci, a népzenéjé és természetesen a pálinkái a főszerep a Dunakapu téren. A pálinkás bódék mellett a kézműves házak is várják az érdeklődőket. A rendezvényhez kapcsolódóan a hétvégén lesz a terményáldás és kertészeti kiállítás szintén a belvárosban, csak egy kicsit arrébb, a Széchenyi téren. Aztán Dunaszigeti kreatív alkotó kiállítás a Mosonmagyaróváron. Már látogatható a tárlat a Huszár Gál városi könyvtárban. A grafikák, festmények, fotók, gyöngy és drótékszerek, gobleinek, valamint a különleges üvegtárgyak egészen szeptember 23-áig tekinthetők meg Mosonmagyaróváron. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Felhős, azonban csapadékmentes lesz a péntek az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati tájain. A hőmérséklet még magasabb lesz, mint a megszokott, és a felhőzetből rövid időre a nap is kisüthet majd. Pénteken a hajnali órákban 18, amíg reggelre 24 fokot mutatnak a hőmérők. Pénteken délutára 24-29 fok közé melegszik a levegő, amíg péntek estére 16-19 fokot mérhetünk majd. Változékonyabbra fordul az időjárás a következő napokban északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Szombaton a felhős időben reggel és este 15, amíg napközben 25 fok valószínű. A vasárnap is felhős lesz, egésznapos esőzést jósolnak a meteorológusok, a nap elején és végén 12, amíg napközben 21 fok várható. A hétfő is csapadékosnak ígérkezik, a reggeli és az esti órákban 11, amíg nappal 20 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Önök az Oxigén Televízió esti műsorát látták szeptember 17-én csütörtökön. Holnap este 7 órától újra jövünk majd Győr, Moson, Sopron és Komárom Esztergom megye friss híreivel. Ha tehetik, nézzenek bennünket akkor is, addig pedig kellemes pihenést, jó éjszakát kívánunk a viszontlátásra.